1,6 milliárd forint uniós támogatást kellett visszafizetnie az államnak, a pénzt ugyanis szabálytalanul használta fel az országos roma önkormányzat. A történet még 3 éve kezdődött. A pénzt a Híd a munka világába elnevezésű foglalkoztatási programra kapták, de jó részt autókra, irodákra és bútorokra költötték. A programot akkor indították, amikor a szervezetet még Farkas Flórián vezette, aki a botrány ellenére 4 évig volt a miniszterelnök roma ügyi megbízottja. Tavaly Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere így védte meg. Volt olyan 4 éve az országos roma önkormányzatnak, amikor semmifajta botrány nem történt, sem az országos roma önkormányzat közgyűlésén, sem másütt. Pedig tavaly még 5 ügyben folyt vizsgálat az országos roma önkormányzattal szemben. Ez azt az időszakot érintette, amikor Farkas Flórián vezette a szervezetet. Hogy ennek köze van-e ahhoz, hogy mostantól már nem Farkas Flórián a roma ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, azt nem árulták el. Posztján éppen az a Balogh Zoltán váltja, aki korábban kiállt mellettem. A cseréről szóló miniszterelnöki utasítás a hivatalos értesítőben jelent meg, ezt a 444.hu vette észre. Az MSZP szerint épp a Híd a munka világába program az oka, hogy Balogh Zoltán váltja Farkas Flóriánt. Balogh Zoltán megkapta annak lehetőségét, hogy eltüntesse azokat a nyomokat, hogy hogyan tüntetett el Farkas Flórián az ő minisztériumsága alatt több mint 1,6 milliárd forintot. Az önfenntartás feltételeit próbáljuk elkezdeni megteremteni. Tovább dolgozhat viszont Hegedű Zsuzsanna azért, hogy minden gyerek lakjon jól. 2014 óta miniszterelnöki megbízott, a társadalmi felzárkóztatásért felel. Róla írta meg tavaly a Direkt 36, hogy a miniszterelnöki megbízottak közül ő költött a legtöbbet reprezentációs célokra, 2015 és 2017 között több mint 2,4 millió forintot. Az új miniszterelnöki megbízottak és kormánybiztosok listája már olvasható a kormány honlapján, erről a hvg.hu írt először. Tovább dolgozhat Bakondi György, aki belbiztonsági tanácsokat ad Orbán Viktornak. Szili Katalin volt szocialista házelnök, aki a határon túli autonómia ügyekkel foglalkozik, és Kerényi Imre is, az ő feladata a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése. Kormánybiztos marad Andy Vajna, ebben a ciklusban is a nemzeti filmipar fejlesztéséért felel majd. Révész Máriusz már nem csak a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért, hanem az aktív Magyarországért felelős. Kormánybiztos lesz a korábbi fejlesztési miniszter Sesták Miklóst gazdaságélénkítéssel és turisztikai fejlesztések koordinációjával bízták meg. Azt egyelőre még nem tudni, hogy a miniszterelnöki és kormánybiztosok listája teljese vagy még bővülhet.